Sziasztok, ez a csatorna, mai videóban újra Premium Pro-domat fogunk bontani Misterrel. Hello mindenki! De most csak egyet. De az előzőt megnyertem észre, egy számozott, ami 100-ig van számozva. Igazából most igen. Is egy számozottat vadásznál. Egy Denzel Dumfries volt. Ugye csak 10 fajta Premium Pro kártyám, és a legértékesebb szerintem, ami számozásban lehet, az a Vlahovic, ami értékes, meg a Félix. Hát azért vannak ott jók, igen. Igen. Meglátjuk, a lényeg, hogy nem tudjuk-e jönni, most ilyen számozó vadászat. Remélem, hogy lesz megint egy szoboszlaink, ami jó lenne. Szoboszlai ebben nem lesz? Ja, egy kettőn? Igen. Ha igen, az mondja. De úgyhogy én rájöttem, hogy van Orbán is zöldbe, szóval azt is ki szeretném nyitni. Ja, még az is hiányzik. Szóval akkor szerintem akkor kezdjük el a bontást. Kezdjük, nézzük, mennyi van, 5-10 csomag van benne, igaz, azt nem mondtuk. Igen, azt nem mondtuk el. 2250 körül van egy csomag. Magyarországon nem tudjuk. Ebben van még egy változat, a gold változat. Így van, hogy lesz-e még vagy nem, azt nem tudjuk, de szóval nagyon jól néz ki a kártya, és ebben fullingosra tudod gyűjteni az egész szettet. Szóval itt van. Na, mely oldalon, mint nem? Ötöt. Ne keverjük. Ne keverd, ne. Jó, akkor legyen. Illetve tudjuk, melyik oldalon. Kezdve én kiszedem az oldalon. Én is kiszedem el. Doboz nem kell. Öt. Soma múlva. Nálam is öt van. Akkor kezdjük el, srácok, az elsőt. Az elején van, ha minden igaz, a Premium Pro. Kártyánk, egy Bakayoko. De ezek a challenge-ek az újítások. Hány, igen. Ebben van Vodka. Maier, az egy magyar van csak ebből a szériából. Skriniar. Vannak a sima szériából is, Shaqiri. Lesz egy sima legenda is majd, Musiala. Chic, goalscorer. És akkor Zidane. Még egy Zidane. Ó, kártyánk. Vlahovic, sima Vlahovic. Nincsen számozás, azt nem tud. Ugye akkor van számozása, ezeket kuvatokozzuk ugye egyetlen. Játékos másfele néz, vagy nem tudom. Meg hogyha rajta van a szám. Az előzőben ugye nyitottam ki a számozottat, reméljük, hogy Zalának nem vette észre sikerül. Megint, de... Most majd figyelni fogom. Zalának is sikerül majd esetleg nyitni, ahogy van, majd kiderül. Ha a játékos másfele néz, akkor van benne. Na szóval Challenger Pessinán van. Botka is le kéne jönni. Henrix, reméljük. Majd. Reméljük, van egy Eriksenen, csillogósban. Goleszka, Lukaku. Szobosz nagyon ritkán jött. Ez nagyon nehéz volt. Szóval örülünk, hogy kinyitott a Bamgarten, Euro kártyánk van. Azt tegyük ide paralelek, nem paralelek. Ami nem is tudom, hisz, hogy lehet a sima szériáról, ezekből is számozott. Szerintem nem. Nem tudom, legend. És ott van egy Dumfries, ekkor jött egy számozottunk majd az előzőben. De ugye az amúgy másfele nézett a kártya, és a számozás az itt volt. Igen. Ezek a kártyák amúgy gyönyörűek, a vastagságú is prémium kártya, azokról most nem tudom beszéltünk, az előző részben beszéltünk, tehát teszünk mellé egy sima kártyát, akkor láthatjátok szerintem ti is, hogy teljesen más hajlékonysága nem hajlik, és nagyon jól néz ki. Csak szóval... ott az még durvában néz ki, srácok, abból aztán van Ronaldo is. Nézzük akkor, legenda megy van, ezeket megnézem a végén. A legenda legyen. Az 10 lesz csomagolként, van egy legenda, na nézzük, így. Courtois, Följund, Sammer az első legendánk, Bowen, Citil, Portugál, Bernardo Silva, megint Cristal, egy Amundi és Emerald volt, Xavi és egy João Félix, sima Pro lapja. Nézzük azt a második pekket, gyerekek, durva pekket vannak, ez így van az elején, hoppá, ott volt egy német. A legenda. Három legendából áll az újítás, ezek szóval. A németek vannak csak benne, úgymond. A kettő megvan. Na nézzük a Centurion KRM-et. Jó, túlra van. Én leszem amúgy vissza így. Kane, Challenger, Barry, Openda, van egy Akanji, Dusan Tadic, Captain kártya, Portugáltól jön Ronaldo, Ultimate Eleven. Jó, mert ezeken is hiányzott, de most már nem van duplában. Ez nyitható volt, és ez már nem számozott, de van egy Marco Ferrating is. Ugye azt mondom, amúgy kettő angol van, ezt most vettem észre. Egy Rice, illetve... Ugye ezekből már küldtünk pár nézőknek, ugye rostás, nem tudom, egy párat küldtünk már. Akkor valami dupla volt, úgyhogy meg megint lesznek ilyenek. Ha nézzük akkor... Na szóval, Nualang, nem tudom amúgy hol van, Hagi, ott a Botka talán? Úgy is van, Botka Endre. Az egyetlen magyar ebből az újfajta változatból, Alaba. Ez a másfajta széria. Sesko, Sancho, Bonucci. 6 milliárd Bonucci. Van sokszor, na nézzük. Össze van ragadva. Sucic, Van Persie,
És Morata. Sima Morata. Na, ugye nem egyszerű számozatot nyitni. Szerintem elég nyitva is, szerencsénk volt. Végülis három boxból egy, mert ez a harmadik. Úgyhogy meg kiderül, hogy lehet-e többet, vagy sem. Azért is nézzük meg. Nem is meg. Ők, hogy hány boxonként van számozott. Van egy Challenger, hogy lépszünk. Nagyon jó, ezek a Challengerek. A Challengerek eszmélet lencek, és a Prók is ugye, a Premium Prók, hogy igazán. Igen. A Larsenen van. A kettő Blakovic. Dobozban meg volt minden. Nézzük, Stanicu. Portugálban mindjárt először egy Lobotka, és Portugálból pedig megint egy Ronaldo. Orbán! Na végre, ezt mondta az Zalát, hogy híró Orbánom nem volt, ez most már megvan jó. Teljesen. Ez is, hogy Zinzert, és paralellünk is. Vili Orbán! Williams, van egy. A magyaroktól. Iniesta, és nézzük, hogy van-e valami durca számozott, meg ilyenek, te. Vagy nem tudom. Nem. Kovacsics. Nem számozott. Mit akartam megnézni? Nem is tudom. Mit akartam megnézni? Szerintem nem így, hogy hány csomagonként van számozott. Nem, csak annyit, hogy dobozonként. Ugye, ugye ebben nincs egy per egy, meg ilyenek, csak a száz. Egytől százig számozott kártyák vannak. Azok is azért ritkábbak. Változatok, ugyebár. Azért még jöhet egy Szoboszlai, Ljubicic. Vitinha, hogy nekem is van legyen a Szoboszlai. Ballack. Na persze. Meg is van a három. Örülünk, hogy Orbán is tegyed, itt tele vagyunk. Szücsek. Vagyis, hogy megvan túlra az igen, is. Depa, ja, megvan Kerkez is. Bolja, az hiszem Purple-ben van a Kerkez, Milos. Milinkovic-Savic volt, össze van ragadva, Iniesta, Chiellini és Lukaku. Premium Pro kártyája, nagyon jó, hogy tudok mondani. Mutok egy kézzel, és akkor le fog jönni, figyel. Ez a hetedik volt. Így, megpörgetjük kicsit, megforgatjuk. Na, Centurion Sakával kezdünk, aztán jön egy... Mitrovic, Challenger, Wild Coast az újításuk, nagyon ezek, én mondom még ezt, nem mondom tetszett. Fernandez, Dánoktól pedig kettő kártya. Most az a nézve itt hoppá, ott lesz egy Blind és egy Courtois volt. Nézzük akkor a legendünk pedig Rooney. Az nem rossz. És egy Ultimate Eleven Van Dijk. Nagyon jól nyomja a fia Rooney-nak. Igen, nézzük, hogy... Declan Rice. Declan Rice Base, vagy nem, bár Pro Premium, Pro kártya. És szerintem nincsen duplán, de most elszóltam magam. Miért? Van duplán? Nincsen, azt mondom. És mennyiből áll? Lehet, meg lesz egy blöccet. Ezt igen. Ha már először kibontunk, hogy többi megvan. Az előzőben nem jött le egyből, hanem kíváncsi vagyok eddig. Léci, ez számozott, de legalább hagyni is, hogy hagyd tudjam az élményt. Emre Can. Horvát. Sosa. Utolsó csomagunk mindjárt jön. Francia Diaby. Olasz Ferrati. Morata. Szerb Tadic. Megint egy Morata. Ugye ez most... Emerald. Parallel. Össze vannak ragadva. Peterson. Egy Schirer. És egy... Zsirú gyerekek, Zsirú. 9. megvan. Most nagyon kíváncsi ezek, hogy... Vlahovic lejött. Azért mondom, hogy kíváncsi... John Stones. Kíváncsi vagyok, hogy ki lehet nyomni egy diszplébe, mert eddig nem volt szerencsé. De ez nagyon jó, hogy 9 van mondjuk egyből. Az majdnem egy teljes szett. És hogy nézzük meg, akkor jövünk. Igen, viszont John Stones hiányzik. Nézzük, ha mindjárt ott van benne egy közben, maradjon benne. Nem az tudom, a Premium Pro azért lesz. Mondom, maradjon benne, ezt meglátjuk. Nézzük. Minden igaz. Van egy durva Ayan. Portugál Carvalho. Jó, a Ronaldo az durván jó szólja, mindenből is jön. Hero, Grillis, abban megvan az biztos. És van egy Grizu. Grizu. Nem tudom, Grizu mellett nem is volt meg zöldbe. Én nem emlékszem rá, hogy biztos, hogy megvan. Grizu. Ilic. Carvalho leget. Nem is, itt van egy pörpülem. Megvan akkor az összes. John Stones, ilyet durva gyerekek. Hát lejött egy boxból. Srácok, maradban ezt már nézhetem biztosan. Nézd, lejött a boxból az egész. Ez egy sima. Kalulu. Az durva, hogy lejött és hogy nézem, boxból az összes 10. Nem jött számodat, számodat nem jött, de az is durva, hogy lejött az egy. Ez a teljes szett. A Premium Pro-ból iszonyatosan jó. Úgy látszik, vannak akkor olyan diszplejek, amiből le lehet vadászni egyből. Az előzőben nem jött volna egyikből se. Hát a... akkor ez is szerencse kérdése. Aki nem látta, nézze meg, abban van, ahol számozottunk is, abban tudtuk nézni számozott a példányt, ebből nagyon jól néz ki a számozott is, ugye? Ugye másfel néz a játékos, szóval... Igen. Így kell? Szóval ide akarom tenni az ötöst is. 5, 6, 7, 8, és akkor meg is vagyunk. Ez a full set. Ilyen van egy Orbán, aki kapott egy topos, szerintem biztosban. Hogy milyen jól néz ki, most nézem a zöld változatban az Orbán. Sokkal jobban néz ki így az Vili Orbán.
ezekben a srácok a harmadik pro dobozunk szerintem nem volt rossz, főleg, hogy nem is dupláztunk egy prémium pro kártyát se. Örülök. Ti mit szóltok hozzá? Jól néznek ki a kártyák, vagy sem? Írjátok meg a kommentbe. Köszönjük szépen a mai figyelmet, és látunk a következő videóban. Sziasztok!